Bár az ellenzéki nyilvánosságban jól futó népszerű téma a gyárellenesség, mondhatnám az ipartagadás, de amit és ilyenkor követelnek, az megvalósíthatatlan és káros. Hívja fel a figyelmet Facebook posztjában Komjáth Imre. A politikus szerint közös a cél, hogy a lehető legélhetőbb környezetet teremtsük meg a jövő generációjának, de mint írjam, ennek az útja nem generális betiltás, hanem az okos szabályok szigorú betartatása. Komjáthy ugyanakkor kiemeli, hogy a Fidesz mindenre fittyet hányt, amikor a magyar iparnak új irányt szabott. Szétverte a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések rendszerét. A stratégiai partnerséggel elárulta a magyar dolgozó biztonságát a külföldi beruházó kedvéért. Igazságtalan adókedvezményekkel hízlalta a tehetős gyáriparosokat, miközben rekordáfát fizet a boltban a munkavégeztével bevásárló dolgozó. De akkor egyáltalán ne legyenek gyárak? Teszi fel a kérdés Komjáthy, amit ezt követően meg is válaszol. Szó sem lehet róla, inkább csináljuk jól. A politikus úgy véli, igenis legyenek gyáraink, ahol magyarok dolgoznak jó fizetésért és biztonságos körülmények között, a tulajdonosok pedig érdemi részt vállalnak a közterhek megfizetéséből. No és akkor ennek a Facebook posztnak az összefoglalóját az alkotóval együtt néztük, itt van velünk az MSZP társelnöke, Komjáthy Imre, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, nézzük is! Hát, hogy mondjam, még önmagához képest is egy kicsit cinikusabb, ironikusabb volt ez a szöveg, mint amit megszokhattunk. Már idéztem egy mondatot, de most még egyszer idézem a nézőinknek, ez még a covidos időkre való visszatekintéssel született ebben a posztban, de megállja a helyét ebben az összehasonlításban is. Más mozgástere van a főváros közepén egy vegán pályázati referensnek, mint egy borsodi gyári munkásnak. Ez amúgy a home office kapcsán született ez a mondat, de úgy érződik az, hogy nagyon kibeszél az ellenzéki fősodorból Komjáthy Imre, meg ezzel az MSZP is, mondván, hogy igenis a gyári munkásokra is gondolni kell, meg a gyárakra, akik örülnek annak, hogyha több a munka lehetőség. Hogy jön ez az összehasonlítás? Mennyire korrekt, mennyire kell kiélezni? Mi a baj a vegánsággal egyáltalán? Hogy jön ez ide? Szóval hogy született ez a párhuzam? Semmi gond nincs a vegánsággal. Nem, azt látom, hogy sokszor emlegettük azt, hogy nem az íróasztal mögül kell dönteni, hanem terepre ki kell menni, beszélgetni az emberekkel, gyári munkásokkal, pedagógusokkal, mindenkivel is, és úgy kell kialakítani egy politikai pártnak, egy politikusnak az álláspontját. Az MSZP ezt csinálja évek óta. Szakmailag megalapozott javaslataink vannak. És most azt látjuk, hogy elindult egyfajta őrület, ha azt mondom, az ellenzéki oldalon is, hogy felülünk egy olyan vonatra, ami divatosnak látszik, és ellenzéki oldalon is esetleg azt láthatják néhány, vagy azt láthatja néhány politikus, hogy mennyi lájkot hoz, de ha ez szakmailag nem megalapozott, akkor eljutunk oda, ahol most tartunk például, hogy én elszörnyűködöm azokon a kommenteken, hogy most már minden bokorban a kínai nagytőkét látjuk, minden bokorban az akkumulátorgyárakat látjuk, és konkrét példát mondok. Néhány vasúti kocsi felborult, ami veszélyes anyagokat gyártott, volt egy ilyen hír. Nagyrészt a kommentelők látszik, hogy mondjuk a címet olvassák el, és tovább nem mennek. És már ömlik a komment, hogy be kell zárni minden ilyen gyárat, mert veszélyes és mérgező. Akkor szeretném itt elmondani, de tudják a nézők is. Szerintem nincs még egy ellenzéki politikus, és nem csak ellenzéki, aki valós tapasztalatokat szerzett a munkavilágából. 33 évig vegyiparban dolgoztam, munkavállalóként, lakatosként, kétkezi munkásként és folyamat irányítóként. Ha valakinek van rálátása a veszélyes vegyipari technológiákra, akkor nekem van. Tehát ne csináljuk azt, hogy akkor most már egyfajta ilyen iparellenesség felé toljuk a dolgot, és zárassunk be mindent. És ezt azért mondom, mert van konkrét ellenzéki politikus, aki képes kamerába mondani, hogy azok a gyáraknak, ahol baleset történt, ott vonjuk be a működési engedélyét. Hát elnézést, egy túróst. Isten őrizzen. Hát jó, de azért ugye itt olyan akkumulátor újrahasznosító gyárakról beszélünk, ahol visszatérően súlyos és kevésbé súlyosabb balesetek történnek, folyamatos az egészségkárosító környezet, kiszabják a kormányhivatal részéről a maximális büntetést, és így kifizeti zsebből. Bárcsak kiszabnák. A cég. Szabnák.
Nem de, de kiszabják, de annyira ellenésző, hogy még így is megéri a cégnek. 8,5 millió forintos büntetés azért, amikor egy ilyen selejtes akkumulátor újrahasznosító gyárban 20 pontban sorolják, hogy milyen szinten sértették meg a munkavállalók jogait. Amikor olyan alapvető dolgokat kell leírni, hogy biztosítani kell a munkavállalónak a friss és tiszta levegőt, szerintem a 8,5 millió forint az kevés. Én elolvastam egy ilyen jegyzőkönyvet. Mikor nem tájékoztatják a dolgozót arról, hogy rákkeltő anyagokkal dolgozik, akkor őszintén szólva nekem, mint bennem lakó munkavállalónak is kinyílik a bicska a zsebében. És ez a kormány felelőssége, mert egyrészt leépítette a munkavédelmi ellenőrzések rendszerét, ugye kaptam is választ erre a minisztériumból, amikor feltettem a kérdést, hogy 2010 előtthöz képest hol tartunk most ellenőrök számában. 2010 előtt volt 1000 fölötti ellenőr, most meg van 300, miközben döngetik a mellüket, hogy hány munkahelyet teremtettek. Szerintem szigorítani kellene. Na igen, szóval most két dologról beszélünk. Az egyik az az, hogy ha az a már itt lévő és hát furcsán működő gyárakat kellene szigorúbban ellenőrizni, és ugye ön azt mondja, hogy itt bárhogy kepesztethet az ellenzék, meg akár sajnos a civilek is, ha az autóiparra tette fel a jövőjét, Magyarország jövőjét a kormány, akkor ezen fogunk haladni, és hogyha ehhez kapcsolódik most az akkumulátorgyártás, akkor ezek az akkumulátorgyárak meg fognak épülni, csak csináljuk jól. Hogyan? Az MSZP-nek nagyon határozott, és még egyszer hangsúlyozom, szakmailag megalapozott álláspontja van. Egy. 25 aranykorona fölötti földön ne telepítsenek akkumulátorgyárat. A jó magyar földbe, jó magyar búza vettessék, és abból jó magyar kenyér legyen, ne akkumulátorgyár nőjön belőle. Kettő. Érthető a lakosok aggodalma, látva ezt a rendszert, ezért tegyük lehetővé azt, hogy lakott területen belül, 12 kilométeren belül lehessen népszavazást tartani arról, hogy akarják-e a lakosok, vagy nem akarják. Illetve a kormány kössön stratégiai megállapodási szerződést a szakszervezetekkel, a munkásokkal. Azért, mert a szakszervezetek biztosíthatják azt többek között, hogy harmadik országból jövő munkavállaló is ugyanolyan feltételekkel fog dolgozni, mint a magyar munkavállaló, és nem fogják letörni a béreket, nem fogják lebutítani a magyar munkavédelmi szabályokat, de egyébként hozzáteszem, ha megfizetnék a magyar munkavállalókat, és jó munkakörülmények lennének, akkor nem lábbal szavaznának, és hagynák itt az országot. Hogy érzi azt, hogy a munkáltatónak ez egy kényszer, hogy vendégmunkásokat hív, és örül ennek a könnyítésnek, ami most a szabályozásban történt, vagy alapvetően azt mondja, hogy hát ez így jobb, mert hogy a magyar munkavállalókkal túl sok. Is. Egyrészt lássuk be, lehet azt mondani, hogy van magyar munkaerő tartalék, de jelen pillanatban a munkavédelmi szolgáltatás, vagy a munkaügyi szolgáltatás keretén belül látszik az a szám, hogy van 242 000 munkanélküli. Ebből tartós munkanélküli 83 000 fő. Ebből 75 000, aki 55 év feletti, nagyjából 19-20 000, aki 20 év, 25 év környéki. De ezeknek az embereknek a munkába állítása több év. Még akkor is, hogyha megduplázzuk a szociális segítők számát, akkor is, hogyha megduplázzuk az ő fizetésük számát, hogy motiváltanak legyenek, egyik napról másikra nem lehet őket munkába állítani. Ez is az Orbán kormány bűne, hogy itt tartunk. De azt is látjuk, hogy ez nem fog már hónapra megtörténni. Ezért akkor érthető egy részről, hogy külföldi munkavállalókat hoznak be. De akkor készítsék fel erre a lakosságot, ez az egyik. Az mit jelent? Hát azt, hogyha amikor teli szájjal migránsoztak annak idején, hogy idegen kultúrából, idegen vallású, idegen nyelvű emberek jönnek, és ja Istenem, mi lesz itt? Na jó, de azt most mindig hozzáteszik, hogy ők nem veszik el a mi munkánkat, mert azt a munkát magyar ember nem vállalja. Vállalná, ha lenne egyrészt munkaerő, szakképzett munkaerő, illetve visszatérek oda, hogy nem csak kényszer, hanem jobban is jár a munkáltató, hogy a külföldi munkavállalót foglalkoztat, mert őket határozott munkaidő szerződéssel foglalkoztatja, és ezért őket nehezebb kirúgni, mert drágább, a magyar munkavállalót meg könnyebb. Csak hogy értsük a nézők, egy különbség. Határozott munkaszerződési munkavállalónak, ha elbocsátják, akkor kell legalább egy évi végkielégítést fizetni. Magyar határozatlan idejű munkaszerződésű magyar munkavállalót elbocsátják, 10 év után kell 3 hónap végkielégítést fizetni. Tehát így
érthető, hogy a munkáltató akkor inkább azt a munkaerőt fogja választani. Eddig jutottunk, de fogjuk folytatni biztos, mert ez egy tényleg forró téma most. Köszönöm szépen.